Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk jelenleg Békésebb a határában. Egy elveszett megállóhelyet fogtok bemutatni, amelyik Fényesi Szőlők. Ez volt a neve korábban. Mindjárt szét is nézünk itt a környéken. Tartsatok velünk! Hát itt, ahogy látjátok, előjöttem Békésebb a határa, és egy közönséges fénysorompós vasúti átkelő. És a megállóhely az itt volt. Itt volt a megállóhely épülete, itt még a villanycsatlakozó, itt a 220-as kivezetés, az még megvan. De magát az esőbeállót már elbontották. És egyébként ez a megálló, ez eredetileg volt itt a megálló kiosztása, és Fényesi Szőlők néven volt, itt volt egyébként a peron. Tudom, hogy látszik, itt volt a peron. Végig. És ennyi maradt az épületben, itt van az épület alapja. És ez pedig tehát látszik ez a villanyvezető, a 220-as csatlakozás. Mindjárt ki is lehet nyitni. Aha. Olvadó biztosítékok, mint látjátok. Meg egy dalásfészek, de szerencsére ez már elhagyott. Nem, nincsenek lakói szerencsére. Talán még ezt is meg tudjuk nézni. Ezt a hagyományos kialakítás, hogy egy villanyvezetékkel zárják le. És igen, és itt van a villanyóla. És ez is le van kapcsolva. És itt is van egy adásvészek, úgyhogy gyorsan vissza is zárjuk. Bár úgy látom, hogy elhagyatott, de jobb a békesség. És itt volt maga az épület egyébként. Van nekem róla még ilyen mobiltelefonos képen még 2008-ban, amikor itt még az esőbeálló az még iromosan deállt. Szóval az valószínűleg utána elbontották, mert ugye egyre jobban esett széllyel. Egyébként, mikor a vasúton a lépkötéke, nézzétek meg, ez a 1946-os Diósgyőri sín, 48-as. Hát egyébként itt a Békéscsaba a Gyula-Sarkad Kötegyán vasútvonalon vagyunk, a MÁV 128-as vonala. És amikor ez a vonal épült, eredetileg csak itt volt megálló, Fényesi Szőlők néven. Hát látjátok, hogy nem nagyon van semmi, tehát igazából Fényes az körülbelül egy kilométerre arra van. Ott, ahol azokat a házakat látjátok, az már Fényes. Hogy valamikor 1997 környékén, ha jól emlékszem, akkor ezt a megállóhelyet megszüntették, és teljesen logikus módon építettek ugye egy kilométerre arrébb a sinek mellett egy másik megállót Fényesen. Úgy közelebb a házakhoz. Ezt nem mondom, hogy a faluhoz, mert úgy tudom, hogy Fényes az Békéscsabának a része, tehát nem egy önálló település. De olyasmi mezőn megy el. Ja, egyébként, ja, látjátok ezeket a virágokat, stb. Ez itt egy... Itt történt egy baleset még régebben. 2005-ben. Úgy emlékszem, hogy egy oktató és a tanítványa volt, akik rámentek a sinekre a tilos jelzésnél, és oldalról elkapta őket a csörgő, de nem biztos, tehát most nem biztos, hogy így történt, de valamire ilyesmire emlékszem az akkori hírekből. És itt még volt egy öldház is régebben. Egy sima ilyen térköző, illetve nem is térköző hely volt ez szerintem, hanem a fénysorompó előtt itt valószínűleg egy tekerősorompó volt, és innen ebből az öldházból kezelték. Tehát akkor azt hiszem 1997-ben volt az, hogy átfejezték, hogy egy kilométer arrébb megállt közelebb a házakon, és utána ezt a Fényesi Szőlők megállóhely megszűnt, nem álltak meg a vonatok.